Csókolom, Piroska. Kalmári Ádám vagyok a másodosztályról. Tudnál kérem kapcsolni Zágonyit? Sajnálom, pont az előbb ment el. Pontosan mennyi ideje? Hát úgy 10-15 perce. Ez érdekes. Én másfél órája nem láttam senkit se kijönni az épületből. Hölgyem, tudom, hogy bent van. Nagyon fontos lenne beszélnem vele. Itt pedig Kalmári. Ó, a NAV-os. Persze. Mit akar? Átnéztem az előző évről szóló költségvetési papírokat, és kissé meglepődve tapasztaltam, hogy... Én pedig azt tapasztaltam meglepődve, hogy a NAV nyilvántartásában sehol sem találni Kalmári Ádámot 0752-es azonosítóval. Azért nem talált semmit sem, mert szabályellenes kiadni illetékteleneknek az azonosító számot. Figyeljen! Nem! Maga figyeljen! Nem tudom, miféle szélhámos ön, hogy csak úgy kalandvágyból adóellenőrnek kiadva magát, zaklatás sikeres vállalkozott, inkább nem is akarom tudni. Ráadásul mindez késő este telefonon. Nincs pofája elém állni. Ha még egyszer felhív, megkeres, vagy bármilyen formában felveszi velem a kapcsolatot, értesítem a hatóságokat és gondoskodom róla, hogy közökkori otthonvisításért börtönbe csukják lehetőleg kurva szűk cellába, kurva hosszú időre. Viszont. 13 fantom cég, 61 milliárd tőke, abszolút illegálisan. Sikasztás, adócsalás, korrupció. Ilyen egy sikeres vállalkozó? Milyen alapon vádol korrupcióval? Papír alapon. De nem csak korrupcióval. Mivel még? Hát az attól függ. Mennyi ideje van? Nálam van pár tényfeltáró dokumentum, ami bizonyítja többek közt, hogy az állami támogatásból kaszinókat üzemeltetnek, fantom cégek segítségével. Játszadoznak az áfázással, illetve jogosulatlanul juttattak előnyhöz a tavalyi közbeszerzésen mások kárára sikkasztás, adócsalás és korrupció. Honnan szerezél neked egy adóellenőr? A feleségétől. Feleségemtől? Nagyon veszélyes, amit ön most csinál, remélem tudja. A feleségével nagyon jól ismerjük egymást. Nem történt itt semmiféle zaklatás. Sőt, nagyon is együttműködő. Komolyan venné bárki is ezt? Ön nagyon is komolyan veszi. Különben már letette volna. Mit akar? Pénzt? 125 milliót. Készpénzben. Ekkora összeg talán már sértené a büszkeségét. És ezt komolyan gondolja, hogy odaadom egy balfasznak a tőkén felét? Ez attól függ. Akar a börtönbe menni? Kurva szűk cellába. Kurva hosszú időre. Na ide hallgasson. Kap negyed órát. Fogjon egy bőröndöt, abba rakja bele a pénzt. Adja át a portásnak. A portás miután kijött az épületből, jobbra fordul. Ott lesz egy zöld szemetes. Mellé tegye le. Nagyon nem szeretnék rajta kívül mást is itt látni kijönni az utcára. Pontosan 15 perc múlva visszahívja ezt a számot. Ha 15 percen belül nem kapok készpénzzel teli koffert, a dokumentumokat elküldtem a rendőrségnek, az adóhivatalnak és a Népszabadság főszerkesztőjének. Megértette, amit mondtam?
Ki maga? Beszéljünk inkább valaki másról. Egy fiatal fiúról. Egy fiatal fiúról, akit sosem láttak nevetni. Egy fiatal fiúról, akit elvert az alkoholista apja. Bárhol is voltak. Elvert az osztály előtt. A buszon. Az öltözőben, a lányok előtt. Néha ököllel, néha szíjjal. Ugyanígy az ő édesanyjával is. Ököllel, szíjjal. A fiú sorokban sír, fülére teszi mindkét kezét, hogy ne hallja anyja sikoltásait. Végig szenvedi a terrort, amíg apja meg nem hal, anyjától pedig el nem költözik. A fiatal miután elvégzi a tanulmányait, belenéz a tükörbe, és nem a megtört lelket látja benne, hanem a tanult embert. Később ez az ember vállalkozásba kezd, viszont a dolog lassan indul. Miután elkezd sikkasztani, és más kis vállalkozásokat tönkretenni, belenéz a tükörbe, és nem a bűnözőt, hanem a sikeres vállalkozót látja benne. Nem sokkal később ugyanez az ember feleségül veszi a nőt, akit úgy hiszi, hogy szeret, de nem a feleségét szereti, hanem a hatalmat, amit gyakorolhat felette, hogy valaki terrorban tarthat és irányíthat, úgy, mint az apja tette. Ahogy múlt az idő, egyre inkább kezdett saját apjára hasonlítani, és ezt látta is. Megijedt, hogyha megszületik a közös gyerekük, ugyanazt kell majd átélnie, mint amit neki kellett. Félt, hogyha megszületik a gyerek, azzal ő is hozzá a szörnyeteggé fog válni, mint a saját apja. Ezzel viszont sérült volna a büszkesége. Az addig kialakult kép a saját magáról. Lehúlt volna az állat. Hogy ezt elkerülje, az újszülöttet berakta egy szemetes zsákba, és kidobta a szeméttelepre. Az újszülöttet viszont megtalálták, mielőtt még késő lett volna. Ellenben a gyilkossal. Tudod, én, ha ránézek a régi képeidre, nem az apámat látom, hanem a gyilkost.